Sziasztok, Andris vagyok, és folytatjuk ott, ahol nem pont utoljára abba hagytuk, név szerint az új csodás római birodalomnak a továbbépítését. Kikértétek páran, vagy legalábbis egy jó páran, hogy folytassam ezt a sorozatot is, úgyhogy folytatni is fogom plusz, mint az utolsó videóból ti megtudhattátok azt, hogy sajnos az észak-koreai modos sorozat nem nagyon fog működni, mert a mod annyira instabil, hogy nem tudok vele fölvenni semmilyen videót, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mire kicsit már felidegesített. Folytatom ezt, plusz neki kezdek egy új sorozatnak, de mod nélkül, és ezeket a modokat egy kicsit talomba rakom addig, ameddig nem lesznek stabilabbak, aztán utána majd szerintem folytatom, mert nagyon vicces, meg nagyon fun lenne azzal játszani, de folyamatosan kifagy nekem. És így viszont kurva idegesítővel játszani vele, ami viszont nem szórakoztató sem nektek, sem nekem. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy folytatom az olasz sorozatot, az új római birodalommal, és mellé, ha már úgyis annyian kértétek, csinálok egy magyar sorozatot, úgyis erre is vonatkozóan is már van egy csomó ötletem, hogy mit lehetne csinálni Magyarországgal, úgyhogy most kvázi ez lesz a terv. Addig is viszont nézzük azt, hogy hol és mit is tudunk csinálni az olasz komákkal. Ha rohadtul nem emlékszem, hogy hol és mit is csináltunk. Azon kívül, hogy elkezdtük ugye egyrészt ukádni a repülőket, mert az mindig biznisz. Ugye harcoltunk Indiában, a Steam... Bocsánat. Mi az, amiből sok van? Nincsen sok mindenből sokunk. Esetleg tudnánk növelni a nem tudom micsodákat. Mindenből mínuszban vagyunk, méghoz egy egészen tisztességtelen mennyiségbe. A hajók vannak legalul, ami teljesen jó. Ezt még esetleg lejjebb rakhatjuk. És még esetleg ezt is. Mert a support equipmentek meg ezek azért annyira talán csak nem fontos, mint a repülők. Csak a vadász repülők a lényeg. Viszont van három felesleges repülőgyáram. Ez már nem csak repülőgyárra jó, hanem akármilyen gyár. Esetleg használhatnék rocket interceptereket. Deceptorokat, bocsi. Mert miért ne? Ból a három gyárból. És egy picit följebb toljuk így. Csak így a leges legvégén, hogy ebből is legyen néhány a bombázók ellenben, miért ne, plusz ugye tudnák változtatni a kormányzaton is, ami őszintén szólva annyira nem érdekel, ez nem érdekel, ez sem érdekel, ez maradhat, ez jó, ugye már mindenkit besoroztunk, úgyhogy nagyjából én ezzel én meg vagyok elégedve, hogy ez annyira nem érdekel minket, egy jobb klikkel be is ki is töröljük. Ami viszont érdekelne, az az, hogy itt Venezuelában, meg ezekben az országokban kéne növelnünk a népszerűségünket. Méghozzá azzal, hogy nekiállunk mindenféle balhékat csinálni Dél-Amerikában, mert az mindig jó. Boost party popularity, stage coup, tök jó. Bolívia az nem érdekel minket, Paraguay sem, Uruguay sem annyira. De ez a Venezuela, Brazília, Argentina beállna hozzánk, az azért elég jó lenne. És még akár Mexikó is. De még azért kicsit jobban rá kell dolgoznunk. Úgyhogy ha a Mexikó megvan, akkor oda tudunk hajóztatni egy csomó egységet, és tudunk harcolni a jenkikkel. És vajon a szovjetek miben áskálódnak? Harcolnak a szövetségesekkel, ami nekünk tök jó. Mi megharcolunk a szövetségesekkel ugyanúgy, és kis szem van egy kutatásunk,
ami nem is tudom, mit fejlesztünk. Esetleg egy jobb tengerész gyalogság, mert az mindig jól jönne. És Air Wings with no mission. Vannak rakétáink, amikkel nem tudunk csinálni semmit se. És kéne egy csomó nyersanyag, ami majd nem sokára remélhetőleg megoldódik, amint elfoglaljuk ezeket a burmai részeket. Na és ahonnan, hogy elindítjuk az időt. Úristen, azt tudom már mivel mit csináltam. Ez volt az északi rész, akik védekeznek. Ez a piros hadsereg volt az, akik így ezeket próbálják itt befoglalni. Ami így okés. Aztán a lila hadsereg, aki volt ugye a saját irányítású hadi különítményünk. Voltak a sárgák, akik ugye itt a spanyol fronton védekeznek, és voltak a zöldek még, akik szint úgy itt a pirosakkal válvetve harcoltak. Ők kapnak egy olyan feladatot. Hogy ez volt az a tüzérséges, nem? Ja nem, bocsánat, elfelejtettem ugye, hogy ez gyalogság, csak olyan sok tüzérség ágyú van már bennük, hogy már csak tüzérségnek így a játék. De zöldek kapnak egy olyan parancsot, hogy támadjanak erre. És ezt a frontvonalat kitöröljük. Így, és támadjatok erre. A pirosak pedig most, hogy befejezték ott az embereknek a kiirtását, többé-kevésbé. Mi lenne akkor, ha ti pedig nem támadnátok itt erre a frontvonalra, helyette pedig csatlakoztok így ehhez a frontvonalhoz így. Ó, basszus. Legyen az, hogy a pirosak kapnak egy új frontvonalat ide, meg egy új offenzív vonalat, valahova ide így. Csak mert már nagyon összekuszálódtak ezek a frontvonalak, és aztán a lila hadseregünket pedig, nektek pedig azt mondom, hogy bocsánat, vasutazzatok el, van itt valami kikötőjük? Nincs. Hát mindegy, hova vasutaztok, gyertek ide. És akkor gyakorlatilag India megszűnt létezni, nekünk tök jó. Svájc kapitulált, ami szintúgy tök jó. Már kicsit elveszítettem azt, hogy mit és hol, hogyan harcoltunk. Úgyhogy nem leszek, lehet, hogy egy-két dolgot esetleg kihagyok, de nem hiszem, hogy akkora probléma lehet ebből, hogy ne tudnám fölvenni a szálakat. Ti pedig nyugodtan támadhattok. Kaptok valamilyen tábornokot is. Invader. Mondjuk őt. Kész vagy egy kutatásunk a repülőknek, amit tök jó. Ezt mindjárt meg is nézzük. Igen. Fejlesztjük tovább a repülőinket elméleti szinten, mert az mindig jól jön, mert egy szolid bónusz, szóval egy ilyen sima bónusz az minden repülőnek, és nem kell hozzá építenünk semmit, ami mindig jól jön. Közben ti törtök előre, közben a pirosaknak is azt mondom, hogy Giovanni, hogy ez? Nem, Sebastiano Visconti Prasca. Ti nyugodtan harcoljatok, de milyen azt itt elfoglalnád? Így. És nem ez a lila hadsereg, hanem ez a lila hadsereg pedig jön akkor, ha ti így erre támadnátok, ti pedig így. Csak így erre, így. Illetve egyet pedig elfogok így, és így mindent foglalj el szépen. Mert megteheted. Te is itt így foglalj el mindent. Közben konvojainkat próbálják támadni a legények. A magyarok akarnak küldeni embereket. Úristen, és annyi gyárunk van, hogy szarásig vagyunk velük. Csak nem tudunk velük mit csinálni. Esetleg még tüzérségi ágyút gyárthatnánk, mert van egy csomó wolframunk, vagy tungstenünk. Ettől függ, melyik nyelven akarjuk mondani.
így nekiállok így gyártani egy csomót, plusz ezek úgyis sérült gyárak. Ó, lelőttek még egy pilótát. Van szabad dockyardunk is, ami érdekes. Abból legyártunk mondjuk... Gyártjunk néhány rombolót. Vagy valami hasonlót. Legyen mondjuk... gyártjunk néhány könnyű cirkálót. Azok hárma szintűek. Gyártjunk mondjuk egy 10 darabot belőlük. Mert néhány ilyen is jó. És egy csatlakozzatok a csapás mérőflottához, mert miért ne. Azt már nézzük itt a... Szóval próbálnak itt partra szállni, esélytelenül. Ami tök jó. Szovjeteken mini nem háborúzunk, itt nem történik semmi. Egy-két ilyen ausztrál egység itt. Megnézzük, hogy a légi csata itt Angliánál hogy áll. 1300 vadászrepülőnk, és elfogytak a vadászrepülőnk, érdekes. Oh boy, végre. Amit szerettem volna még az, hogy vajon van-e valamilyen bombázó repülő. Closer support, fighter. Sajnos nincs, ugyanis ha lenne bombázónk, akkor elkezdhetném bombázni itt az angliai részeket. De végül is nekem így is megfelel, hogyha csak simán elpusztítjuk az ő repülőiket. Mivel én tökéletesen boldog vagyok, hogy veszítünk 667-640 repülőt, meg veszítenek 971-et. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik a légi csatát nagyon jól alakítjuk. És ami a még jobb, hogy vadászokból nekünk csak egyre több lesz, én meg egyre kevesebb, ahogy elnézem. Csak ezt a rohadt burmai részt foglalnák el végre, ez tök menő lenne. Közben a piros hadsereg tör előre, te itt így elfoglalod szépen ezeket a dolgokat, tök jó. Ó, közben ti meg itt bekerítettétek az egyik hadseregüket, nice. Te adjál supportot, támad meg ezt, te támad meg ezt. Így egy kis manuális szeretetet itt szétosztunk itt az embereinknek. Ti pedig alig van morálatok. Miért van alig morálatok? Kicsit nőhetne a morálatok. Jaj, ti most kiképzésen vagytok azért. I see. Miért ne abba hagynátok? Sokat segítene. Mert már úgyis elértétek a 3-as szintet, ami a maximális szint mennyiség. Ti meg, hogyha vagytok ekkora lúzerek, hogy megint bekerítelek titeket, én nem tudom, mit csinálok veletek, bazd meg. Ketté hasítalak, bazd meg. Iszonyat lúzer a gép amúgy. Iszonyat lúzer. Borzasztó. Nem baj, nyugi, már nem sokára jövünk és felszabadítunk. És megint rossz hadseregre kattintottam, de ez még belefér. Szerintem lehet, hogy én ezt az elit hadseregemet ide áthajóztatom. Azért, hogy be tudjam őket keríteni innen oldalról, plusz besegítsek itt ezeknek a lúzereknek. Mert van egy csomó síkság amúgy is, amire megint rossz hadseregre kattintok. Úgyhogy lehet azt mondom, hogy delete all order, ami nem volt, és kaptok egy fallback-t ide. Ami tök jó, mert akkor idei visszavonultak, és aztán elkezdtek támadni, és itt hátul vissza... ellentámadást indítunk az itt levő szövetséges csapatok ellen. Közben nincsen egy darab tengeri támadás ellenünk, ami tök jó. És a zöld hadseregnek megmondom, hogy kicsit extrémebben is támadhattok, mert semmi esélye nincsen ezeknek az egységeknek. Úgyhogy miért nem mindent elfoglalnátok, az tök menő lenne. Ó, közben itt ezek meg partra mertek szállni. Nem jó. Úgyhogy ezeket gyorsan vissza is foglaljuk. Így. Jó, nem okoznak nagy fejfájást, mert ahogy elnézem, talán csak néhány egységgel jöttek ide.
hogyha elég gyorsak vagyunk, meg ügyesek, akkor nem lesz probléma ebből. Csak jobban oda kell figyelni ezekre a tengeri inváziókra. De hogy így elnézem, itt egész jók vagyunk. Melyik területen? Szomáliában készülnek partra szállni, ami jó, mert ott van emberünk. És ebben még azt megtehetjük, hogy melyik a garrison. Itt van ez a garrison. A fő-fő garrison. És azt mondom, hogy mostantól ezeket a kikötőket is védjétek. Mert most már ez is a miénk. Mert why not? Ezt is. Mert a franciákkal is háborúban vagyunk, és így néz szépen végig mindent. Ezt a repülőtér bázis, meg így. Ez így elég is lesz. Ezzel oldalról kerülünk, hogy több helyről tudjunk egyszerre támadni. Ez mindig egy hasznos dolog, közben a kutatásaink remekül haladna. Szerintem ezt kifejlesztem. Csak azért, hogy legyen több dolgunk. Na, végre a British Raj megadta magát. Néhány ászpilótánkat lelőtték. Ez sajnos benne van a pakliba. Ez az utolsó kis Francia-India területe. Fiorenzo Rosso Pecori Girado lelőve Fox által, ami egy sajnálatosan nagy veszteség, de ezzel együtt tudunk élni. A tengerészeket szerintem ide átvonatoztatom. Ugyanúgy, ahogy ezt a... nem is... bocsánat, tengerészek, ti gyertek. Bocsánat. Nem is ide küldöm, hanem ide küldöm őket, és elfoglaljuk vele ezt a kis szigetet. Amíg a zöld hadsereggel pedig fogom és átjövök erre a frontvonalra. Így. Közben a lilák pedig, akik nem ezek, még valaki meghalt, egy ászpilóta, és kicsit sajnálatos, de ez van. Közben titeket pedig átrendelünk ez a frontvonalhoz. Ugye ez az elit tankhadosztályom, és elvágjuk itt a különböző népeket, meg egységesítjük kicsit a frontvonalakat. Még egy ászpilótánk meghalt, kicsit sajnálatos, de ez van. Pedig mi lenne akkor, ha ezt a támadási tervet megszüntetnénk, és helyette kaptok egy újat, hogy támadjatok így erre. Így. Akkor. Ti ezt még azért elfoglalhatjátok, mert ezek már be vannak kerítve. Meg azért, hogy egyszerűsítsük az életünket. Amit Indiában teljes mértékben omlik össze amúgy a védelem. Szerencsére annak is, hogy a British Raj megadta magát, ezért egy csomó területet itt ingyen megkaptunk, ami még jobban összezavarja a gépnek az utánpótlását, ami számunkra tök jó dolog. Plusz itt van még, vagy legalább 10 hadosztályuk. Közben meg is nézhetjük akár, hogy ki mennyi embert veszített. Eddig az angolok veszítették, ahogy elnézem, a legtöbbet, 1,6 milliót. Nézzük az amerikaiakat, ők 695 ezeret veszítettek. Mi pedig veszítettünk 2 millió embert már. Hát igen, de szerintem mi is tettük le a legtöbbet az asztalra. És nem a németek voltak azok. Ők 45%-ot, még 35%-ot raktunk le az asztalra. Nekik van 830 hadosztályuk, még 168. Ciki. Ne, whatever. Azt mondom nektek, hogy ti nyugodtan támadjatok erre. Most sem nagyon tudnak majd veletek mit kezdeni. Szóval ennyi
Siamban simán lerohantuk őket. Ja, az a jó, hogy itt egy nagy-nagy pusztaság, úgyhogy itt a tankjainknak van bőven esélye arra, hogy itt harcoljunk. És ráadásul nekünk közepes tankjaink vannak, amíg az ellenségnek pedig csak könnyű tankjai, ami szint úgy sokat segít. Elsérni egy konvojunk, ez senkit nem érdekel, van még azért dögivel, mondjuk azért meh, oké. Okay. Mondjuk azt, hogy van elég. Akad. Ezután majd egy kicsit változtatunk a törvényeken, pontosabban a mennyiségeken. Mi lenne akkor, ha ezeket itt megtámadnátok? Az itt menő lenne. Na így van. Lett még egy ászpilótánk, ami tök jó, még egy kutatásunk készlet, úgyhogy most nem tudom, még könnyebben tudunk kutatásokat végezni. Most már van 1100 repülőgépünk, és még mindig sokkal-sokkal több repülőt veszítenek, mint amennyit mi. Enemy Fighters Lost, ők veszítenek 876, vagy ja, 900 vadászrepülőt, miért veszítünk 600-at. De ezek fighter plane? Hogy itt vannak a fighterek. Eddig azt hittem, hogy ez a fighter. Rosszul néztem. Szóval nekünk van 3500, nekünk van 1100. És összesítésben mi napi 19-et szerzünk, viszont már mínusz 200-ban vagyunk. Ők bekaphatják. Ugye csak annyi, hogy a Anglia szeretné fejleszteni kapcsolatait ezeken a balkáni részeken, igazából tök fölösleges. Emlékszem, amit rátok. Én veletek még itt gondolkoztam, hogy itt titeket elfoglaljunk-e. Nincsen semmilyen nyersanyag, ami itt úgy igazából fontos lenne elfoglalni. Dánia kapitulált. Wow! Micsoda! Micsoda fejlődés Németország. 1945. május 30-áig Dániát sikerült legyőzni. Wow! Szép munka. Csak így tovább. Ti ezeket támadjátok meg. Nem a miénk. Ezt támad meg. Ezt támadjátok meg, így. Control, jobb klikkel kiválasztjuk az egységeket, akik ez a frontvonalhoz vannak rendelve. Azt mondom, hogy kaptok egy darab offenzív vonalat. Foglaljátok el Szingapurt. Ami nekem kell. Az sok-sok gumi miatt, amit itt tárolnak. És azt mondom nektek, hogy go. Meg go. Így. Közben a piros hadsereg tör előre, miközben a japán hadsereg is tör előre. Úgyhogy tök jó. Próbálom itt elvágni ezeket az egységeiket. Hogy elnézem, gyakorlatilag morájuk semmi nem maradt. Úgyhogy tök jó. A piros hadseregnek megmondjuk, egy kicsit agresszívabban támadjon. Mert nincsen semmilyen ellenállás. Ugye most kifejlesztettük ezt. Úgyhogy most rendben a production efficiency még hatékonyabban nő. És legyen ez, hogy még gyorsabban tudjuk építkezni, mit építjük amúgy. Igazából semmit, hanem csak javítunk dolgokat, de az is megteszi. Esetleg építhetnénk valamit. Atombombát nem tudunk, sajnos. Mi az, amit tudhatnánk még építeni? Esetleg az infrastruktúrán tudnánk valamennyit fejleszteni mi, az menő lenne. Nézzük az utánpótlás térkép mit mond. Hol vannak gócpontok? Itt van egy kicsit kicsi kikötő, azt írja. Mi lenne akkor, ha itt fejlesztenénk ezen? Ez nem a miénk, hogy mi van? Elméletileg a miénk? Ahogy ez már 10 per 10-es? Vagy nem?
De ez már 10/10-es kikötő. Kvak, kvak, kvak. Jó, még egy ászunkat lelőtték. Most már a vadászokból mínusz 1000-ben vagyunk, ami egy picit túl sok. Úgyhogy mi lenne akkor, ha nektek azt mondanám, hogy a küldetéseteket visszavonjuk, és nem marad több repülőtök. Még akkor is, hogyha nagyon sok gépet lelőttünk. Így van. És hagyjuk, hogy egy kicsit újra töltődjenek a dolgok. Wow. És mi veszítettünk 1500 repülőt, ők veszítettek 1600-at, meg 200 valamennyi supportot. Hát most már nekik is megjelentek a jobb minőségű vadászrepülőik. Még nekünk rossz. Beszélünk arról, hogy jobb minőségű vadászrepülők. Picit lepauzoljuk a játékot, és nézzük meg, hogy milyen vadászrepülőik vannak jelenleg. Ugye most ezeket a G55 Centurio MK3-asokat használjuk. Nézzük meg, hogy az MK4-esen tudunk-e valamit fejleszteni. Kicsi range-ért, minus reliability, ami nem tetszik. Úgyhogy sajnos ezen már nem tudunk mit változtatni. Esetleg megtehetnénk azt, hogy megnézzük, hogy melyik repülőkből vagyunk még nagyon modernek. Vagy csak valamelyik a régebbi típusú repülőnket egy picit felfejlesztjük. Hoppá, félre kattintottam. Aha. Hogy már tudunk sugárhajtású repülőket gyártani, csak még nem kezdtük el. RE-2007-es. Igen, igen, már emlékszem, hogy mi volt a trükk, hogy gyakorlatilag ezek a sugárhajtású repülők nem voltak annyival jobbak, mint a legmodernebb vadászrepülőnk, az MK4-es. De amondó vagyok, hogy van egy kazal légi XP-nk, amiből megtehetem azt, hogy Build Aircraft, és ezt az RE-2007-est kicsit felfejlesztjük. Jobb fegyverzet, jobb range, jobb engine. Igen, és jobb reliability-vel. Már túl sok lenne. Ez így nem feltétlenül lenne rossz. Plusz 10 air attack. Plusz 28 speed, ami már majdnem 1000 km per óra. És a megbízhatóság sem rossz. Hát az engine-ből kicsit visszaveszek. Nem jó, nem szabad visszajönni, mert különben veszítünk az agility-ből. Nem lenne jó. Esetleg a fegyverekből visszaveszünk. Ez így tetszik, mert így kapunk plusz agility-t, ami 80, ami egész jó. Plusz 120 km ugye távolság, plusz 7,2 támadás, és plusz 57 km per óra, ami 1000 km per óra most már. Ez 475 XP-be fog kerülni. És amondó vagyok, hogy mostantól elkezdhetjük azért most már gyártani ezeket is, mert ha megnéz... mit csináltam? Véletlen rosszra kattintottam, nem ezt szerettem volna. Csak azt szerettem volna megnézni, hogy az értékei milyenek ennek a repülőnek. Így. Szóval átkattintok arra, hogy csak a repülő képeket mutassa. Az meg... Agility 88, igen. Ezek sokkal mozgékonyabb repülők. A másikok pedig sokkal erősebbek, szóval... És itt vannak ezek az új vadászrepülőink. Agility 79, Airattack 43. Airattack 40, Agility 88. Szóval nem fogom az összeset átváltani, hanem viszont cserébe picit talán olcsóbbak is, illetve más nyersanyagot használnak, ami igazából lényegtelen, de mondjuk a felét átváltjuk, hogy jetfightereket is elkezdjünk gyártani, mert az a baj, ezek az MK3-as
centúriók, ezek már elérték a technikai fejlettségüknek a maximumát, hiszen nem akarom elveszíteni a production efficiency-t, úgyhogy majd egy kicsit még várunk. Plusz az XP úgy is elfogyott. Szóval megint visszapauzoljuk a játékot, és szerintem itt tartunk egy kicsi szünetet, és innen folytatjuk majd. Köszi szépen, hogy néztetek, sziasztok!